amikor egyébként először így megláttam a képet, nekem rögtön ez volt az érzésem, hogy hát szia kisfiam, te fiú vagy. Felméri Lili és férje, a szintén balettművész Balázsi Gergő szinte a fellegekben járnak, hiszen hamarosan szülők lesznek. Volt olyan kollega, aki azt mondta, hogy hát ez teljesen a Geri, és akkor így... Igen, és akkor így ezt miből mondtad meg? Mondom, hogy van ez? Az újdonsült kismama és apuka büszkén mutatja a kisfiúkról készült első fotót. Lili a 15. hétben jár. Júliusra várják első gyermeküket, akinek a nevét egyelőre szeretnék titokban tartani. Lili és Gergő 6 éve alkotnak egy párt, és idén ünneplik 3. házassági évfordulójukat. A baba érkezése igazi csoda számukra. Szerettem volna nyilván nagy családot, és mindig álmom volt, hogy nekem legyen fiam. Úgyhogy ez is nekem egy ilyen tényleg valóra vált álom. Úgyhogy igen, szerintem mondhatjuk, hogy így az operaház, illetve nyilván a szakmai életem mellett a magánéletem, illetve az, hogy most bővülünk, ez tényleg egy új álom, ami most valóra válik. Családalapításuk tudatos döntés volt. Úgy érzik, ennél jobban nem is időzíthettek volna. A pandémia miatti leállás, a kevesebb előadás és később a nyári szünet kedvez nekik. Habár Lili az első hetekben fáradékonyabb volt, és a tánc is nehezebben ment neki, most újra elemében érzi magát. Szeretne minél tovább táncolni, de tisztában van vele, hogy ez az időszak nem a tökéletes teljesítményről szól, amit profi balerinaként néha nehezen él meg. Ez is most tényleg egy feladat, amit meg kell tanulnom, hogy elfogadjam azt, hogy nem tudok olyan szinten teljesíteni, mint ahogy azt egyrészt elvárom magamtól, vagy ahogy mások is elvárják. Egyébként a Geri a legnagyobb segítségem, mert ő egyrészt mindig dicsér, még most is, hogy ilyen más állapotban vagyok, illetve ő mindig elmondja nekem, hogy ez teljesen normális, tehát hogyha egy kicsit úgy érezném, hogy jaj, de kár, hogy nem tudok, tehát hiányzik egyébként az, hogy 120%-kal dolgozzak, akkor ő mindig segít nekem ebben, hogy igen, hát ez most egy más állapot, és nyilván ennek örülni kell minden másodpercben. Gergő mindig is nagyon szeretett volna édesapa lenni, és annak ellenére, hogy ő kislányt várt, végtelenül meghatódott, és boldog volt, mikor kiderült, hogy fiús apuka lesz. Igazából, amikor itt meglett a gyors tesz, ugye akkor én már nagyon boldog voltam, és nagyon örültem, de ugye ilyenkor az ember azért nyilván még nyugtatja magát, meg nem próbálja magát annyira nem beleélni, mert ugye ilyenkor még bármi történhet, és amikor a Lili ugye elment utána nőgyógyászhoz, és ugye én nem tudtam vele menni, mert én próbáltam, és viszont felhívott, hogy minden rendben van, ott van, dobog a szíve. Hát szerintem életemben nem sírtam még így örömömbe. Gergőnek semmi kétsége afelől, hogy Lili fantasztikus anyuka lesz, önmagát pedig laza, nem túl szigorú apának gondolja. Abban viszont már most is biztos, hogy férfiként és táncosként is teljesen megváltoztatja majd az életét és felfogását is kisfia érkezése. Nagyon sok olyan kollégámmal beszéltem, akinek már született gyereke, és mindig azt mondják, hogy teljesen máshogy állnak a szakmához, sokkal nyugodtabban kezelik, mert sokkal elengedőbbek tudunk majd lenni, mert tudjuk, hogy igazából ami igazán fontos, az tényleg a család, és hogy a családunknak mindent megadhassunk. És ez a nyugodtságérzés, amit szerintem a család kelt, az a színpadon is majd sokat segít, mert sokkal nyugodtabban, lazábban tudom majd felfogni és élvezni a táncot. Éppen most jutottunk el ehhez a szobához, ami hát most még nagyon kaotikus, és egyelőre ilyen raktárnak nevezném, de ebből szeretnénk gyerekszobát varázsolni. És hát leszámítva, hogy nagyon sok dologban még itt, ami nem fog ide tartozni, azért már egy-két dolgot hát kaptunk, vagy beszereztünk, vagy így folyamatosan igyekszünk nézelődni. Például ezt a babakádot, ezt most a bátyáméktól kaptuk meg, mert nekik már nincs rá szükség, és azt gondolom, hogy tökéletes lesz nekünk, de vettünk már ilyen különböző fényeket, amit majd szeretnénk felszerelni, illetve hát ez az én
kedvencem, ezt nem tudtam otthagyni, úgyhogy... Ezt félig az anyukának is beszereztük. Tehát, hogy egy kis nyuszi már azért jött haza velünk, úgyhogy, de tényleg folyamatosan nézelődünk. Bútornézőben, és minden úton van, most már lassan. Tervezés alatt vagyunk nagyon. Igen. Lili nagyon jól viseli a terhességet. Profi táncosként az egészséges életmód és táplálkozás eddig is a mindennapjai része volt, de ilyenkor a kilók elkerülhetetlenül kúsznak fel még a balerinákra is. De egy nagyon furcsa érzés, amikor egy balerina rááll a mérlegre, és akaratlanul is többet mutat, mint eddig bármikor. Úgyhogy ezzel megbarátkozni nem könnyű, de nyilván ez most egy ilyen folyamat, és ez még csak ugye fölfele fog menni. Lili számára ez most édes teher, gömbölyödő pocakja pedig tökéletesen áll neki.